A téli fagyok okozta károk leginkább az üdülőkben, hétvégi házakban jelentkezhetnek. Itt hónapokon átszivároghat a víz a sérült vezetékeken. Itt a téli időszak idején különös tekintettel kell lenni a vízmérő aknákra, illetve a vízmérő aknák szerelvényeire. Meg kell óvni minden szerelvényt a fagytól, és nagy odafigyelést igényel azoknak a hétvégi kerteknek, hétvégi házaknak a karbantartása, ahol az emberek ritkábban fordulnak meg. Nem minden nap találkozunk az ottani csőtörésekkel, vagy az ottani vízhiánnyal. Éppen ezért különösen szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ha valamilyen ingatlanra rendelkezik, akkor azokat igenis feltérésítse, és a vízmérőket azokat egy szigetelő anyaggal be kell vonni, hogy a fagytól minél jobban meg tudjuk védeni. Ha nincs megfelelően védve a fagy ellen a vízmérő az aknában, tavasszal bizony ilyen látvány fogadhatja az ingatlan tulajdonost. Ezek nedvesen futó vízmérők, teljes ház víznyomás alatt van. És amikor megfagy, akkor összerepedezik az üveg, és úgy marad megfagyva, addig még meg nem enyhül az idő, és amikor megenyhül az idő, akkor a víznyomás kinyomja ezt az összetöredezett üveget, ami szétfagyott. És akkor kezd elfolyni a víz. A vízmérők szigetelése mellett fontos odafigyelni a kerti csapok megfelelő elzárására is. A szakemberek azt kérik, hogy amennyiben elzárjuk az ilyen téli fagycsapokat, akkor mindig úgy tegyük, hogy koppanástól koppanásig húzzuk ezt a csapelzárót, és figyeljünk oda nagyon, hogy zárás közben halljuk majd ezt a sziszegést. Sziszeg az elzáró, és ilyenkor teljesen elzárjuk. Ha nem így teszünk, akkor szivároghat a víz, és ez bizony sok 10 000 forintba kerülhet. Nagyon fontos, hogy az elzárást követően nyissuk ki a kerti csapot, és ha semmilyen hangot nem hallunk ebből a csőből, akkor minden rendben van. Ha azonban innen sistergő hangot hallunk, akkor az azt jelenti, hogy valamit nem jól csináltunk. Az ellenőrzésnek van egy további módja, minden vízfogyasztási helyet el kell zárni, ki kell kapcsolni, utána pedig a vízmérő aknában le lehet ellenőrizni a vízmérő kerekek mozgását. Hogyha valaki lejön igen a vízmérő aknába és megnézi az elzárt szerelvényeknél, hogy van-e valami folyás, akkor ugye ezeken a kis piros mérőkön fogja látni azt, hogy ha baj van, mert ha baj van, akkor ezek mutatják, ugye ezek különböző mértékegységgel vannak ellátva, és ezek mutatják azt, hogy a legfinomabb közülük, hogy folyamatosan pörög, akkor ugye folyamatos vízfolyásunk van. Tehát akkor valami szétfagyott, valami repedésünk van, egy csőtörésbe adódóan folyamatosan folyik a vízünk.